Ha Magyarország felől gépkocsival érkezünk Törökországba, és átlépünk a bolgár-török határon, akkor az első nagyváros, ahova elérünk, az nem más, mint Edirne. Edirnét Hadrianopolis néven ismerték először, Hadrianus császár alapította, majd ezt követően Drinápoly néven szerepelt, és az oszmánok egyik első székvárosa volt. Itt született második Mehmed szultán is, aki később az oszmán seregekkel együtt bevette Konstantinápolyt. Hogyha Edirnébe ellátogatunk, akkor számos kulturális emlék fogad minket. Az egyik legjellemzőbb a környékbeli trákiai olajbirkózás, illetve a marcipán. De hogyha megállunk Edirne központjában, és körbenézünk, akkor három nagy mecsetet látunk, és ez a három nagy mecset az oszmán építészet három nagy korszakát mutatja be számunkra. Az egyik az úgynevezett Üccserefeli mecset, amelynek arról ismeretes a neve, hogy három erkély van a minaretjében, ez jelenti azt, hogy Üccserefeli. Mellette található az Ulu dzsámi, vagyis a régi dzsámi, és a harmadik pedig a Szelim mecset. A Szelim mecsetet második Szelim szultán építette, aki Szulejmán után uralkodott az oszmán trónon. A Szelim mecset építésze Mimár Sinan volt, a klasszikus oszmán építészet nagymestere, aki Szulejmán szultán alatt az oszmán mecsetépítészet tulajdonképpen legjellemzőbb és legnagyobb emlékeit hozta létre. Az isztambuli Szulejmánia mecset is az ő nevéhez fűződik, és az időskori alkotásai közé tartozik a 2011 óta az UNESCO kulturális örökségi listán szereplő Szelim mecset. Ez számos különlegességet tartogat számunkra ez a mecset. Az egyik különlegessége az, hogy egy vásárcsarnok fölé épült maga az épület együttes. A másik különlegessége a csodálatos alakja, a kupola támasztékos alakja, illetve a négy minaretjének három-három erkélye van, és mindegyik erkélybe külön lépcsősor vezet föl, éppen ezért a különböző erkélyekre fölmenő müezzinek nem is találkozhatnak ilyen szempontból egymással. Hogy mindenkinek ajánlom, hogy keresse föl Edirnét, amennyiben Törökországba érkezik.